Kedves mindenki, ez itt az epizód. A mai adásban egy gonosz parazitáról fogunk beszélni, a szívmérgességről. Kezdünk! Atmót edzésben tartom, ami az állatorvoshoz járást illeti. Nyugalom, nincs semmi baj, csak beszélgetni jöttünk a doktornőhöz egy igen fontos témáról. Mit is jelent a szívférgesség? A szívférgesség az egy nagyon alattomos parazita, tehát élősködő, ami ahogy a nevében is rejlik, a szívben telepszik meg, és ott szeret lenni nagyon. Mindemellett még a tüdő nagy ereiben is megtalálható, de a fő célpontja neki a szív. Ezért is hívják így világszerte, hogy szívférgesség. Sajnos azt kell mondanom, hogy kezelés nélkül ez halálos kimenetelű, és azért is úgy neveztem már az elején, hogy ez egy alattomos élősködő, mert hogy nagyon sokáig tünetmentes az állat. Tehát nagyon sokáig el van úgy az állat szervezetében, és szaporodik, nagyon ügyes vagy Atmo, és szaporodik, anélkül, hogy bármilyen tünetet mutatna. Ugye itt főleg, hogyha egy nagyobb testű kutyáról beszélünk, nagyobb a szívkapacitása is, többen elférnek, hogyha arról van szó, és ezért jóval később jelentkezhetnek a tünetek, amik akár fáradékonyság a kezdeti tünetek, köhögés, szívelégtelenségnek a kezdeti tünetei lehetnek, de akár járhat egyéb úgymond semmit mondó tünettel is egy ilyen kórkép. Hogy lehet elkapni? Ez egy nagyon jó kérdés. A szívférgesség az nem fog átterjedni kutyáról kutyára. Szükséges a fertőzéshez a szúnyog. Szúnyogok terjesztik? Így van, a szúnyogok terjesztik, és csípés állat kerül a... Meg is mutatom itt neked a képen. A szúnyog, ahogy megcsípi a kutyust, egy lárva bekerül az ő szervezetébe, és a lárva elkezd fejlődni, majd pedig a szívbe kerül. Hogy szépen felnőtt formában kialakul, akár nőstény vagy hím, elkezd szaporodni, és így növekszik, és az a lárva, amit az újdonsült pár összehozott, azt majd egy következő szúnyog megint felveszi a kutya szervezetéből, és azzal lefertőz egy következő kutyát, vagy éppenséggel ugyanazt a kutyát. Tehát ez így megy körforgásban a szúnyog közreműködésével. A rendelőben egy makett is van, ami szemlélteti, hogyan néz ez ki. Egy szívben sok-sok féreg. Atmót kölyökkora óta tablettával védem. Azt szoktuk mondani, és ezt már oltásoknál is beszéltük, hogy sokkal könnyebb a védekezés, a megelőzés, mint a kezelés. Ebben az esetben is így van. Onnan indulnék, hogy megelőzés azoknál a kutyáknál kerülhet szóba, akik nem fertőzöttek. És itt kezdjük akkor a kölyök kutyáknál, hogyha pár hónapos korban elkezdik ezeket a megelőző gyógyszereket, legyen az tabletta, csepp, vagy akár most legújabban injekció formájában is használni, akkor szinte nullára csökken az esélye. Itt megint biológiáról beszélünk, 100%-ot nem tudok kijelenteni. Viszont azoknál a kutyáknál, ahol diagnosztizálásra kerül a szívférgesség, ott mindenképpen erősen javasoljuk a kezelést. A szívférgesség, a zoonózis, ez azt jelenti, hogy mi emberek is elkaphatjuk. Említem és ismételem, hogy nem a kutyától közvetlenül, hanem hogyha a fertőző szúnyog megcsíp bennünket. A védekezés, tehát van olyan, hogy például mondjuk ugye havonta kap tablettát, tehát kihagyhatok bizonyos időszakot, vagy minden hónapban kell, mert a szúnyog az mikor van? Hát a szúnyog a nagykönyv szerint, de ez most már ugye időjárás miatt sokat változott, a nagykönyv szerint egy ilyen március-október, szeptember lett volna, de ez nagyjából kitolódik, mert hogyha figyelmesek vagyunk, akkor még decemberben is lehetett szúnyogot találni. És ehhez hozzátenném, hogy Magyarországnak is vannak endémiás területei, ez azt jelenti, hogy nagyban fertőzött területek, tehát hogy sok szúnyog hordozza ezt az élősködőt. Ilyen például Debrecen és környéke is, és ezért én azt javaslom, hogy szünet nélkül adjuk neki. Nagyon sokszor felmerül a kérdés, hogy de miért ne tartsunk szünetet, csak egy gyógyszer, de ez meg egy
tényleg alattomos élősködő, úgyhogy érdemes erre odafigyelni. Ha baj van, akkor adott esetben egy kezelés, hogy megszűnjön a probléma és a veszély, az meddig tart? Igen, hogyha baj van, akkor a kezelés az hosszú távú, tehát hogy nem is lehet ezeket gyorsan kiölni, illetve összetett az egész kórkép. Körülbelül azért egy 6-10 hónapról beszélünk itt. És kérdőjelekkel. Azért, mert hogyha a fertőzött kutyának már van szívelégtelenséges tünetei, vagy szívelégtelenségre utaló tünetei, akkor ott azért a kezelés egy kicsit komplikáltabb, veszélyesebb. A tünetmentes kutyáknál azért ott az esélyei jobbak. Mindenképpen kezelés nélkül esélytelen az egész helyzet. A legjobb tehát a megelőzés, és ez a városi kutyákra is igaz. Ha a négylábútok eddig még nem kapott a szívférgesség ellen semmit, akkor vigyétek el az állatorvoshoz, és teszteltessétek, az a biztos. A mai képzettebben ismét Meteor lesz a partnerem a feladat bemutatásában, ez pedig egy olyan trükk lesz, aminek a segítségével a kutyát bármikor, bármilyen helyzetben stabil oldalfekvésre tudom rávenni. Nagyon praktikus lehet abból a szempontból is, hogy például állatorvosnál, vagy otthon, amikor meg akarom nézni a kutyának az oldalát, hasát, akkor nyugodtan el tudjam fektetni, ő tudja, hogy oldalt feküdni nem rossz dolog, és ezáltal tudja nekem produkálni, amikor szükségem van rá, például megnézem, hogy kullancsok vannak-e benne, vagy mondjuk nyomásérzékeny a hasa, vagy valamely testrésze, és meg tudom nézni kényelmesen, akár én, akár az állatorvos. Először le fogok hajolni a kiskutyához, hogy minél közelebb legyek hozzá, és tudjam segíteni a mozdulatait. Ügyes a Meti! Nagyon ügyes a Meti! Fekvésből kezdem, és gyutifalattal itt a feje fölött megpróbálom rávenni, hogy oldalra dőljön. Már adok neki egyet, mert a feneke már oldalra dőlt. Most felkelt, tehát újra kezdem. Itt a háta mögött megpróbálom a tarkúja felől áthúzni a gyutifalatot. Arra, azaz, fekszik. Azaz, most lehet, hogy a másik oldal kedvezőbb lesz, kipróbálom arról. Azaz, erre dől a kutya. Azaz, jaj de jó! Ott meg is kapja, kicsit már billent. Azaz, na gyerünk még. Azaz, nem baj, kezdjük újra. Megpróbálom simogatással megerősíteni, hogy mennyire ügyes így az oldalán fekve, és nyúlok még több jutalomfalatért, hogy minél többet kapjon ebben a pozícióban. Gyere még egyszer. Azaz, így dőljön el. Addig csináljuk, amíg nem megy. Azaz! Azaz! Nagyon jó! Oké? Szuper! Ebből úgy lehet igazán kiváló trükk, és úgy lehet igazán jó kis feladat, hogyha a kutyánk már stabilan oldalt fekszik, akkor olyan vezényszót teszünk hozzá, mint például a puff. És ha a kezünket pisztoly alakban tartjuk, az elején persze még ide el tudjuk dugni a jutifalatokat, amíg ezt megtanulja a kiskutyánk, akkor nagyon jól néz ki, és nagyon jó kis party trükk lehet belőle, hogy azt mondom a kutyámnak, hogy puff, ő oldalra dől, és készen van. Így mondanám talán, hogy nem kell hozzá, köszönöm, nagyon aranyos vagy, látom, hogy kéregetsz, igen, és adom is, hogy nem kell hozzá szerintem ilyen praktika, ez kell, amit most csinálok tulajdonképpen, nagy erejű elkényeztetés, szeretet alapú elkényeztetés. Tulajdonképpen az van, hogy szerintem a kacatkutyánkhoz való viszonyunk az gyakorlatilag nem volt más, mint azt gondoltuk, hogy nem elég annyi, hogy nagyon szeretjük, hanem hogy jó, ha érzi, hogy szeretjük. De ezt nem ilyen, nem tudom, abban a tekintet, nem a túletetés logikájában gondolom el, mint most illusztrálom. Jó van, értem öregem. Hanem alapvetően abban, hogy jó, hogyha biztonságban érzi magát mindig. És azért például nincsen rendszerezett életünk. Ami azt jelenti, hogy szóval nincs az a történet, hogy elmegyünk reggel 8-ra, délután 4-kor hazaérünk, nem tudom, és ilyen nincsen, hanem egy elég nagy káoszunk van, és akkor a kacat
kacatnak tulajdonképp ezeket tanítottuk meg, de inkább nem is megtanítottuk, hanem ezekbe vontuk bele, hogy az életünk az vele történjen. Ami persze talán önzésnek hallatszik kívülről, mert például a kacat nagyon jól tudja az utolsó cigaretta élményét egy éjszakánként. Tudja, hogyha írok, akkor sokáig maradok fenn, és akkor mondjuk hajnali egykor azt mondom, gyere kacat, elszívjuk az utolsó cigit, és akkor kimegyünk együtt, és pont egy cigaretta alatt körbe sétál a kertbe, meg a ház körül, és akkor adom. És akkor szépen visszaér. Szóval, és akkor együtt bemegyünk, és akkor lefekszünk. Vagy reggel mindig úgy ébreszt minket, hogy elkéri a fogmosóját. És akkor az az ébresztő, hogy bejön hozzánk, amikor már így azt gondolja, hogy ő most már lassan így fölkelne, fölébreszt minket, akkor megkapja a fogmosóját, és akkor azzal az ő reggele is elindul. Szóval vannak ilyen, meg jártunk kutyasuliba, ráadásul hozzánk közel Szederkényben van egy, most például a kacat egyébként Szederkényben van kutyapanzióba, ahol szintén alapvetően goldik vannak a gazdaként, és egy nagyon, nagyon kedves a Veronika, és igazán ért a kacat. A kacatot inkább egy ilyen családi kutya, szóval... Tehát, nem azt a részt emeltük ki. Szóval, hogy jártunk például kicsit a Veronikáékhoz kutyasuliba, ott a kacat persze 100%-ra vizsgázott, nagyon menő volt, de alapvetően az volt, hogy nem a kacatot kellett tanítani, vagy hogy mondjam, nem is azért akartunk menni, inkább azért, hogy mi tanuljunk valamit róla. Szóval, tudod, az egy érdekes dolog, hogy nem azt akartuk, hogy szóval nem az volt a célunk, így mondanám talán, de ezt nem tudom, hogy jó út, csak mi így csináltuk. Hogy nem az volt a célunk, hogy a kacat megértse az utasításainkat, hanem az volt a célunk, hogy megértsük, hogy ő mit szeretne, hogy megértsük, hogy mit akar mondani, amikor mondani akar valamit. És remélem, hogy javarészt értjük, és remélem, hogy jól érzi magát velünk. Ez volt az epizód. Vigyázzatok kedvenceitekre, és keressetek minket a YouTube-on, a Facebookon és a TikTokon. Sziasztok!